Jó reggelt kívánunk, Jézsó Gábor és Sebján Petrovszky László, ma reggeli első vendégeink. Jó reggelt kívánunk, Jézsó Gábor képviselőjelölt még, úgyhogy azt gondolom, hogy számára rendkívül fontos, hogy hány nap van a április 3-áig? Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket, 31 nap van még a választásokig. És mit lát valóban, alá tudja azt támasztani, amire az imént mondta, beszámoltunk, hogy egy picit elmozdult talán a fókusza a választóknak, vagy egy picit több a bizonytalanság, amivel most szembe kell nézni, és ez adott esetben megnehezítheti az önök dolgát is az ellenzéki oldalon. Ön egy rendkívül nehéz körzetet kap, ugye Kondzsófiával szemben indítják most el. Eddig kevésbé volt látható a politikában. Igen. Azt gondolom, hogy egy nehéz helyzetben vagyunk mindenféleképpen, hiszen ugye a háború kitörése az megnehezítette a dolgot, illetve más fókuszokra viszi az emberek figyelmét, ami teljesen érthető, és én magam is nyomon követem az eseményeket, amiben tudok, segítek, tehát megmondom őszintén, hogy egy pici figyelem a kampányról el is terelődik ebbe az irányba, de azt gondolom, hogy ez természetes dolog. De valóban lehet érezni bizonytalanságokat, de ez nekünk egy óriási feladat, hiszen nekünk meg kell tenni mindent, hogy továbbra is ott legyünk az emberek mellett, és érezzék azt, hogy mi őket képviseljük, és szeretnénk egy jobb helyzetet, egy jobb világot teremteni. Sebján Petrovszky László, te érzékelik ezt a fajta bizonytalansági faktort, amit most már a közvélemény kutatók mérnek, és épp úgy, hogy Tamás mondta, egyik kettő, másik akár már 6% pontos különbséget is lát. Két dolgot is szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Ugye 31 nappal a választás előtt már mi azt szoktuk mondani, hogy ne nézzünk közvéleménykutatásokat, mert ilyenkor már majdnem mindegy, hogy mit mutatnak. Minden csapat, minden jelölt, minden párt, nyilván Gábor Borsot hatban is, már be van tervezve a következő 31 napban, hogy mit tesz, hol, mikor, kivel találkozik, mikor találkozik a választókkal, és hogyan tudja elmondani, hogy mit tervez egyébként mondjuk ott Szerencs, Tiszaújváros környékén. Mi ezt lehetőségnek látjuk valójában kampány szempontból, és mondom ezt úgy, hogy a DK pártigazgatójaként én veszek részt a hatpárti kampány koordinálásában, ugyanis napnál világosabban kiderült az, hogy amivel az ellenzék évek óta jön, és évek óta mondjuk, hogy Orbánnak a Putyin barátsága veszélyes az országra, valójában biztonsági kockázat, és minden módon tiltakoztunk az ellen, hogy idehozzák a kémbankot, ami ugye befektetési banknak hívnak, az ellen, hogy az oroszok Paks 2-t építsék, és minden egyéb módon teret nyerjen az orosz befolyás Magyarországon. Ezt hitték is, nem is az ellenzéki szavazók valószínűleg. Most napnál világosabban látszik, egy hónappal a választás előtt, hogy ez mennyire nagy veszély, hogy Putyin mennyire nagyon nagy kockázat a világban, és így nekünk itt közel Ukrajnához pláne. Úgyhogy mi ebben igazából egy kampány lehetőséget látunk, hogy világosan kiderült az, hogy ez a választás arról tud szólni, hogy nyugatra megyünk, marad az uniós tagság, NATO tagság, nyugatorientáció ennek az országnak, Magyarországnak, vagy Orbánnal együtt keletre megy ez az ország, és a Putyin-szerű világhoz csatlakozik. Szerintem erről szól a választás, és ez a háború és ez a konfliktus ezt mutatja meg. Ugyanakkor a háború az mindig óriási érzelmi viharokat és reakciókat is kivált az emberekből. Mit gondolnak, ezek segíthetik az önök kampányát, segíthetik, vagy éppen a kormányét azzal, hogy itt mindig akkor fontos, igen, hogy legyen egy központi erő, ami nyugalmat áraszt is. Picit úgy a jó érzékem azt mondja, hogy azért ne nevezzük ezt kampány lehetőségnek, inkább mondjuk azt, hogy ez egy helyzet, mert attól azt gondolom, hogy egy háború az sohasem lehetőség, hanem csak az egy speciális helyzet, amikor megismerszik tényleg mindenkinek az őszinte arcát. Vagy azt gondolom, hogy ezt most annyi áldozat van, hogy inkább mondjuk az, hogy amit a Tamás kérdezett, hogy ez másképp nem lehet, hogy a stabilitás felé húzza a választópolgár szívét? Ez egy nagyon szomorú helyzet valóban, ami most zajlik. Van egy ilyen pszichológiai háttere valóban, hogy a stabilitást keresik az emberek, és a stabilitás felé húzza az embereket, de én azt gondolom, hogy van idő azért gondolkodni is, hogy tulajdonképpen mit választunk, hogy választunk-e stabilitást, nevezzük annak, vagy pedig választunk egy demokráciát, amellyel mondjuk békét tudunk kapni, és békét tudunk teremteni, mert számomra a béketeremtés a legfontosabb. Hát, bocsánat, igen.
Csak nagyon szeretném megkérdezni, ezt akkor konkretizáljuk. Tehát tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol az ellenzék kiállt, és elmondták azt, hogy alaptörvénymódosítást szerettek volna elérni. 5 témakörben követeltek lényeges változtatásokat. Ebből talán a kettő legfontosabb az, hogy ne lehessen a NATO-ból kilépni, csak akkor, hogyha az emberek erről népszavazás útján döntenek. Miért tartották ezt fontosnak? Ugye talán emlékszünk rá mindannyian, hogy 25 évvel ezelőtt mi, az emberek döntöttük el, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozzon, egyébként ugyanígy néhány évvel később az Unióhoz való csatlakozást is, tehát népszavazással döntött el ez az ország, hogy csatlakozzunk ezekhez a nemzetközi szervezetekhez. Viszont a Fidesz által elfogadott alaptörvény jelenleg azt teszi lehetővé, hogy a kilépés ezekből a szervezetekből pusztán Orbán Viktornak köszönhetően megtörténhetett. Tehát pusztán kormányzati döntés, illetve parlamenti sima többségi döntéssel megtörténhet. Szerintünk ez a rossz, szerintünk az ellenzék szempontjából is ez egy hatpárti sajtótájékoztató volt, ez rossz megoldás, ne engedjük, hogy ez így legyen. Ha már népszavazás döntött a belépésről, akkor vezessük be azt, hogy népszavazásnak kell az esetleges kilépésről is dönteni. És normál, ha normál világot élnénk, hogy így mondjam, tehát nem lenne ez a tragikus háború a szomszédban, akkor lehet, hogy ennek nem lenne igazán aktualitása. De azért emeltük ki a sajtótájékoztatón is mi ellenzéki képviselők, hogy a NATO különösen fontos most, mert látjuk, hogy ha Ukrajna egyébként ezekhez a nemzetközi szervezetekhez korábban tudott volna csatlakozni, más lenne a fekvés a lányzónak, más történt volna ebben a háborús konfliktusban. Tehát borzasztó fontos a Magyarország biztonsága szempontjából a NATO tagság, és ezért viszont fontos az, hogy megerősítsük, hogy a kilépésnél is az embereket megkérdezzük, mert hogy nagyon nagy a támogatottsága a NATO tagságnak és az uniós tagságnak is. Na most ezt a Fidesz nem akarta, a Fidesz KDNP képviselői tehát ugyanazzal a szavazattal egyhangulag leszavazták ezt a bizottságot. Volt bármi kétségük felől, tehát általában az ilyen jellegű javaslataikat leszokták szavazni, vagy ennek egy jelképes, egy szimbolikus értelme volt, mert őszintén szóval látnak bármi veszélyt arra vonatkozóan, akár mostani, vagy bármikori kormány is ki akarná lépni, ki akarná vezetni Magyarországot az EU-ból vagy a NATO-ból. Szerintünk az ukrán háború az új helyzetet teremtett. Sok minden más dologban is, de ebben is, hogy hogyan viszonyulunk nemzetközi egyezményekhez és nemzetközi partnerekhez. És látjuk egyébként, hogy a magyar kormány is végrehajtott sok szempontból egy 180 fokos fordulatot nemzetközi területen. Tehát mi azt gondoltuk, hogy igen, most eljött az a pillanat, hogy most és ebben a szavazásban egyet fognak érteni ezzel, és meg fogják szavazni, csalódnunk kellett, vagy ki csalódott, ki nem, de valójában nem szavazták, mint ahogy az összes többi ellenzéki indítványt is leszavazták egyébként ugyanezen a bizottsági ülésen. Ilyen szempontból nem volt meglepő akkor. Ugye, még egyet kiemelnék, a másik önök által támogatott kérdés lett, hogy eseti bizottságot állítsanak fel Völner ügy kivizsgálására, és a képviselő jelölt úrhoz fordulok, hogy beszédtéma még egyáltalán? Vagy egyszerűen elvitte ez az egész történet, amiben élünk, ezeket a belpolitikai csatákat? Hogyne, és nagyon-nagyon beszédtéma. Minden ember érzi az igazságtalanságot, de hogyha megnézzük, 12 esztendő alatt tudomásom szerint egyetlen egy vizsgáló bizottságot sem állítottak föl, és én azt gondolom, hogy ugye nem sokára ugye ünnepeljük március 15-ét, és ugye egy óriási nagy vívmánya, hogy törvény előtt egyenlőség. Tehát és azt gondolom, ez minden embernek jár, a törvény előtti egyenlőség, és mindenkit egyenlően kell megítélni, nem úgy, hogy hova tartozik, vagy éppen milyen oldalon van. Hát azért aztán, mivel egyenlőség van, most ugye felvetődtek érdekes módon most ezek az ellenzéki képviselőkkel kapcsolatos hasonló korrupciós vádak is, mint ami Völner Pállal kapcsolatos. Mit gondolnak erről ezekről? Ugye választási kampányra készülve minden párt végig gondolja, hogy mivel támadhat az ellenfél is. Az elmúlt 12 év Fidesz Magyarországán megszoktuk azt, hogyha jön egy választás, akkor a Fidesz megpróbál, illetve a mindenféle állami szerv, hatóság, hivatal megpróbál hirtelen az ellenzéki pártok környékén támadást találni és támadni. Hol az adóhatóság, hol az ÁSZ, hol különböző hatóságok. Most hirtelennyiben előástak egy másik ügyet, megpróbálnak leszedni a terepről, hogy így mondjam, ellenzéki képviselőjelölteket. Ez szerintünk a Fidesznek a szokásos trükkje, amit választási kampányokban bedob.
Azért teljesen más a helyzet a Völner ügyben, mert a Völner ügyben mindenki által olvasható, több ezer oldalas dokumentumok vannak kint a honlapon, már hogy a hírportálokon, tehát hogy olyan hangfelvételek vannak, ahol olvasható, hogy hogyan és mint fogadott el kenőpénzeket a nagyhatalmú államtitkár, Varga Judit miniszter helyettese, a Pegazus ügyben ő az engedélyező ugye Magyarországon, tehát egy nagyon nagyhatalmú kormányzati embernek a korrupciós ügyéről beszélünk, effektíve olvasható, hallgatható bizonyítékokkal, és hogy ebben sem akar vizsgálóbizottságot, vagy pontosabban eseti bizottságot a Fidesz, mindenféle indoklás nélkül teszem hozzá, tehát nem szóltak hozzá ehhez a témához, egyszerűen csak nem gombot nyomott a Fideszes és a KDNP-s képviselőtársaim sora. Ez a felháborító ebben, mert ilyen korrupciógyanús ügy, ami ennyire dokumentált, ennyire alátámasztott a nyilvánosságban is, ez legalább 10 éve nem volt. A Horváth Csaba, Molnár Zsolt esetében ők azt mondják, hogy itt ez egy koncepciós eljárás, igazából nem látnak semmit. Ott is vannak már számok, meg vannak mindenféle információk. Számomra az a legnagyobb kérdés, hogy segít-e az, hogy közben a szövetségen belül is egyfajta nem egyetértést érez a választópolgár Hatházi Ákos és az ő vonatkozásukban? Én azt gondolom, hogy az, ami most már 2,5 éve zajlik, tehát ez a 6 párt összefogott és közösen menetel, én azt gondolom a győzelem felé 30 nap múlva, vagy 31 nap múlva, ezt nem fogja megbontani semmilyen esetleges véleménykülönbség, vagy bármilyen olyan nyilvánosságban is megjelenő különbözőség. Nagyon-nagyon együtt van ez a 6 párt, nagyon-nagyon támogatja minden párt minden egyes jelöltet, Borsod 6-ban a Gábort, minden más 105 további választókerületben a további 105 jelöltet. Tehát én nem látok ilyen aggályokat, ezt a 31 napot végig fogjuk küzdeni, és csak felfelé. Még egy gyors kérdés, mielőtt egy picit visszatérünk a menekült kérdésre, ugye a tanárok tegnap úgy döntöttek, hogy kreatív megoldásokkal ugyan, de meg fogják tartani a sztrájkot. Az ön körzetében tudom, hogy volt olyan település, például Tiszaújváros, ahol tényleg demonstráltak és polgári engedetlenséget tartottak. Jellemző, tehát ugye budapesti gimnáziumokat rendre látunk, budapesti iskolákat rendre látunk, vidéken is elindult-e hasonló polgári engedetlenség? Hogyne, mi nálunk Tiszaújvárosban is a helyi gimnázium tanárai kiálltak, és nyilvánvaló persze tudják, hogy ők engedetlenséget követnek el, de ugye minden tanár, akivel én is beszélgettem, nekem a gyerekeim is abban a gimnáziumban járnak, tudja, hogy ezzel a cselekedetével egy jó ügy mellett áll ki, és én azt gondolom, hogy igen, ez helyes, hogy így teszik. Na nézzünk akkor most egy kis segítségként egy bejátszót arról, hogy egy hete folyik az Oroszország által kirobbantott háború. Ukrajnában az ENSZ menekültügyi szervezetének tájékoztatása szerint a menekültek száma a 900 ezerhez közelít már. Nézzünk ezzel kapcsolatban egy bejátszót, és akkor innen folytatjuk. Harkivban lángokban állt a regionális rendőrparancsnokság épülete. A második legnagyobb ukrán városban legkevesebb 11-en meghaltak és 35-en megsérültek a bombázásokban. Még azok az országok is csatlakoztak a háború ellenes koalíciónkhoz, amelyekre Moszkva egy héttel ezelőtt támaszkodott. Most már senki sem maradhat semleges, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. 4-en meghaltak és házak váltak a földdel egyenlővé Zsitomírban. Itt az egyik légideszantos dandárbázis a közelében csapódott be egy rakéta. Az ukrán belügyminiszter tanácsadója szerint a rakéta feltehetően a katonai légitámaszpontot célozta. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Herszon orosz ellenőrzés alatt áll. Szemtanúk orosz tankokról számoltak be a város utcáin, azonban az ukrán hatóságok szerint még mindig az ukrán erők uralják a várost. Eközben a NATO főtitkára egy lengyel katonai bázisra látogatott. A NATO egy védelmi szövetség, nem keresünk a konfliktust Oroszországgal. Moszkvának azonnal be kell fejeznie ezt a háborút, ki kell vonnia a csapatait Ukrajnából, és el kell kezdenie diplomáciai erőfeszítéseket tenni. A világ Ukrajna mellett áll, jelentette ki Jens Stoltenberg. A német kancellár pedig azt hangsúlyozta, hogy a NATO nem küld katonákat Ukrajnába. Tehát ezek voltak a pont egy hete kirobbant háborúnak a mai legfrissebb képei. Van-e olyan javaslat, amit azonnal szükségesnek tartanának annak vonatkozásában, hogy könnyebb legyen a menekültek kezelése például?
Én azt gondolom, hogy elég sok minden történik menekültek befogadása és segítése kapcsán. Látjuk, hogy egyébként ebben speciál a kormány is eléggé kiveszi a részét, de látjuk azt az őrületes állampolgári civil mozgalmat, ami történik ezen a területen, és ebbe hadd mondjak egy saját házunk tájáról is egy dolgot, a DK-nak van egy mozgalma, a DK segít, az összes országgyűlési képviselőjelöltünk és maga a DK is ott van a határon, segítünk, de a Budapestre érkező vonatoknak a megérkezésekor is ott vagyunk, és tartós élelmiszerrel, takaróval és mindennel, sőt befogadással, tehát embereknek szállásadással is foglalkozunk. Ma is mennek le politikusaink, Vadai Ági, Arakovács Attila, hétvégén Dobrev Klára, tehát hogy ott vagyunk és segítünk, és erre kérünk minden jó érzés állampolgárt, hogy vegyen ebben részt. És Gábor személy szerint is vitt adományokat Záhonya és Tisza Becsre, ugye, sőt jótékonysági előadást is szervezett. Ezek a személyes találkozások miről győzték meg, mit tapasztaltok? Igen, hát vérzett a szívem, nagyon szomorú helyzeteket láttam, nagyon szomorú sorsokat. Ott ugye Tisza Becsen tudtam jobban beszélgetni az emberekkel, akkor érkeztek, hát nagyon félnek, nagyon bizonytalanok a jövőjükkel, a sorsukkal kapcsolatban. Például egy anyuka arról számolt be, hogy csak a gyerekekkel tudott átjönni, ugye a férjeinek otthon kellett maradnia, de otthon maradt az idős édesanyja is, aki beteg, nem mer elindulni. Tehát tényleg nagyon-nagyon szomorú, és úgy érzem, hogy igen, ott kell lennünk, segítenünk kell. Amit tudok, tehát minden szabadidőmet igyekszem ott tölteni, családommal együtt, így önkéntesként segítünk. És a másik dolog, amit említett is szerkesztő úr, hogy egy jótékonysági előadást is szervezünk, van egy színjátszó csoportunk, és ennek a bevételét szeretnénk háborús menekültek részére felajánlani, és a Tiszói Városi Vöröskereszt fogja ezt majd eljuttatni. Egy hát nagyon gyors reakció, búcsúzóként elégedett, vagy látnak rövid távú megoldást arra, hogy ez a konfliktus lezáruljon? Tudom, hogy nem külpolitikai szakértő, de nyilván nagyon sokat beszélnek erről. Én nagyon bízom abban, hogy lesz. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk ma reggel. Köszönjük.